Mrs. Norberg, a jelek szerint meg tudjuk menteni a férje karját. Ő vehet neki pecsétgyűrűt. Na hát, Frank, de kedves, hogy eljött. Nagyon megrázott a hír, amint megtudtam, rohantam. Köszönöm, Frank. Csak természetes. Hol van Norberg? Itt fekszik előtte. Ja, Norberg, én vagyok. Frank, a haverod. Na! Micsoda ágy ez? Nyomd vissza a fejénél! Úgy látszik, kilazult az állítókar. Na jó Isten. Norberg, én vagyok az Frank. Ki tette ezt veled? A kovállak. Hát én is téged biztosíthatlak. Mondd meg, ki volt? Hajó, kis hajó. Persze, öregem, megcsináljuk. Amint összeszeded magad, bérelünk egy hajót, és elszerelünk egy időre, mint tavaly. Na. Narkó. Nővérke, adjon valami kábítót a betegnek, nem látja, hogy szenved? Ne. Döfje bele gyorsan. Ne. Heroin. Heroin, igen. Nézd, öregem, kicsit nehezet kérsz, beletelhet néhány napba, amíg kerítek. Jaj, Istenem, szerencsétlen Norberg. Olyan jó ember volt, szegény. A lényleg sárdott volna soha. Kinek lehetett útjában? Azt mi sem tudjuk. Lehetett egy gengszterbanda, egy zsaroló, egy féltékeny férj, egy buzi barát. Frank, gondold meg, mit beszélsz? Egy zsarut nem támadhatnak meg ok nélkül mindenféle zugalakok. Nem méltó halál, az biztos. Így van. Ha az ejtőernyő nem nyílik ki, azt elfogadom. Vagy mondjuk fejlővést egy gyakorlaton. Ha a magyaróimat leviszi egy shrapnel, arra is azt mondom, méltó hozzá. Jaj, Frank! Nem bírom tovább! Nyugodjék meg, Vilma! Rendbe fog jönni a férje. Hiszem, hogy meggyógyul. Próbálja magának bebeszélni. A két egy szikráját se engedje magához. Pontosan, és ne várjon az utolsó percig, már most ajánlja fel a szerveit átültetésre. Én már csak annyit tennék hozzá, ha Norberg mégis felépül, mi várjuk vissza a rendőrséghez. Ha az elme állapota megengedi, de azért szólunk majd az érdekében. Mondja, Vilma, nem is sejti, hogy mit keresett Norberg éjjel a vízparton? Nem. De valamit találtam. Otthon. Egy fiókban. Fénykép? Komállak. Kihajózott Caracasból. Ez panamai hajó. Frank, amikor Norberg azt mondta, hogy komállak, a hajó nevét közölte. Én is rájöttem. Igen. Menj és ellenőrizd. Minden használatú embert magam mellé kérek. Szó sem lehet róla, Frank. Tudod jól, hogy Erzsébet királynő érkezésére készülünk. Ja. Így is kevés az emberem. Vilma, ígérem magának, akárki tette a gyalázatot, egy nyugodt percünk nem lesz, míg a gaztevő rács mögé nem kerül. És most harapjunk valami. Helyes, menjünk.